Márkizaj Péter nyerte az ellenzéki előválasztást. A közzétett eredmények alapján összesen 655.237-en adtak le érvényes szavazatot az országban. Ebből 371.560-an a szavazók, 56,71%-a választotta a Mindenki Magyarországon mozgalom jelöltjét. Zala megyében mintegy 14.000-en vettek részt az előválasztás második fordulójában. Már a tegnap esti eredményhirdetéskor Dobrev Klára egyértelművé tette, hogy csak együtt sikerülhet a kormányváltás, a cél továbbra is közös. Hangsúlyozta a horvát játszint az ellenzéki összefogás Zalai 03-as körzetben induló képviselőjelöltje. Ahogy elindultunk egy évvel ezelőtt, ahogy elindultunk a hat párt civilekkel kiegészítve egy évvel ezelőtt, ennek a célja még modébb van, fél év múlva nagyjából, amikor az Orbán rendszert le tudjuk váltani tavasszal, ehhez most már van 106 egyéni jelöltünk, ehhez most már van egy közös miniszterelnök jelöltünk, és innentől félretéve azt, ami az elmúlt hetekben történt, mert történtek politikai csatározások, ami egy demokráciában természetes, hogy vannak, félretéve mindezt nyilván együtt és közösen fogjuk megküzdeni ezt a következő pár hónapot. Bevált azon jóslata Berta Krisztiánnak, miszerint magasabb lesz a részvételi arány a második fordulóban. Mint elmondta, az új szavazók többségében a fiatal korosztályt képviselik. Több mint 200 új szavazó vett részt a második fordulóban, olyan új szavazók, akik ugye az első fordulóban nem mentek el, és ez hatalmas energiát és hatalmas lökés adhat nekünk a jövő év tavaszára. És bár megértem, hogy vannak, akik csalódottak, hiszen nem az ő jelöltjük nyert. Mi is így voltunk ezzel az első fordulóban, viszont felemeltük a fejünket, hiszen tudtuk, hogy azt, hogy a, tudtuk azt, hogy a cél a kormányváltás. Zalában 6992-en voksoltak Dobrev Klárára, 6777-en pedig Márkizai Péter neve mellé tették az X-et.